Tehát üdvözlök mindenkit, minden kedves hallgatót. Azt mint előbb felkonferálták a témát, ugye, amit én most elő fogok adni, az a erőművű megoldások esetén a energiatárolás, és ez hogyan képzeljük el, mint Huawei, mit látunk ebbe, és milyen lehetőség bújnak meg. Elén csak, mint egy bevezetésképpen magáról, a Huawei-ről így pár szó, illetve hogy honnan is indultunk el. Ugye előtt többször felmerül, és ezt talán már túl sokszor is mondták már a digitalizációt, de hogy mit is jelent ez a digitalizáció, és hogy mit adunk mi ezt hozzá. Ugye a digitalizáció az az, hogy a különböző technológiákat, amik rendelkezésre állnak, ilyen információs kommunikációs technológiák, és gyártási technológiákat ötvözzük mondjuk az energiatermelésben, illetve az energiafelhasználásban. Tehát első és legfontosabb célunk ugye az, hogy egy tiszta és zöld energiatermelésünk legyen, ezen kívül pedig az, hogy egy hatékony energiafelhasználás kövesse majd ezt. Ennek az eredménye lett ugye az, hogy a Huawei-nek a portfóliójában egészen lakossági rendszerektől elkezdve nagyfogyasztókat kiszolgáló napelemes rendszerek, illetve erőművi rendszerek is rendelkezésre állnak. Ugye a lakossági részen egy kis rövid áttekintést nézve egyfázisú, háromfázisú inverterek, otthoni energiatárolási módszerek, erről ugye pont szó lesz, csak ugye egy nagy méretben, nagy mennyiségben. Nagy fogyasztóknál ugye tetőre szerelt, helyben felhasznált energia, annak arra optimalizált rendszerek, erőművi részen pedig nagy feszültségű csatlakozással rendelkező erőművek, amelynek a energiatermelése ott történik, viszont az elfogyasztás vagy felhasználása nem. Ugye itt már megjelennek a nagyméretű energiatárolási módszerek. És pontosan milyen trendeket látunk, illetve hogy hogyan is alakult az elmúlt években a napelemes szektor. Ugye kezdtünk még elég régen, 90-es évek idején viszonylag kevésbé építettséggel rendelkező és elég drága rendszerekkel a napelemes területén. Ezek folyamatosan fejlődtek, ugye megjelentek nagyobb naperőművek, különböző tartószerkezetek, ilyen évszakfüggő szerint állítható, illetve most már ugye vannak napkövetős rendszerek is. Folyamatosan nőtt a napelemeknek a feszültsége, vagy úgymond a feszültség tűrése, illetve az illet inverternek a feszültsége, ez már áttértünk ugye az 1500 voltra, illetve ezzel együtt növekedtek az AC blokkok, ugye a transformátor blokkoknak is ugye a mérete, ugye a méretgazdaságosság szempontjából. És a jövő az ugye az, hogy megjelenjen a digitalizáció ebben a részben is, tehát a elérhető információs technológia és eszközöket bevessük és használjuk a napelemes rendszereknél vagy termelésnél. Ugye ez jelenti például a optimizált trackereket vagy tartószerkezeteket, illetve látható egy új irány is az inverterek szempontjából, az pedig az 1500 volt feletti, az a plusz-minusz 1500 voltos rendszerek, de azt mondom, hogy 2021, lehet, hogy az inkább 2022-re prognosztizálható ezeknek a megjelenése. És a magáról a tárolásról ugye miért fontos? A tárolás, hogy maga a naperőműves termeléshez szükséges és elengedhetetlen valamilyen fajta tárolás. Ugye ez egy nem állandóan rendelkezésre van energiaforrás, ami azt jelenti, hogy erőszakos, vagy erőteljesen függ a napsütéstől, tehát emiatt a fogyasztásunk meg általában nem azonos a termeléssel, tehát mindenképp szükséges a rendszerbe illesztéshez valamilyen fajta tárolás. Ezt a angol szón az enabling technology, tehát ez a szükséges technológiát jelenti a tárolás a naperőműves termés szempontjából. Jelen pillanatban a telepített naperőműves rendszerek ugye invertereket tartalmaznak, amikor érkezik, átalakítja a napnak az energiáját villamos energiával, és ezt viszonylag nehezen tudjuk ugye szabályozni. A következő lépés ugye az, hogy ez egy jobban szabályozható erőművé váljon, illetve az, hogy jobban integrálható, hogy valamilyen fajta tárolót teszünk emellé, és ezáltal a villamos energiát rövidebb időszakra tudjuk tárolni, hanem is olyan nagyon hosszú időszakra, illetve szabályozhatóvá válik az egész rendszerünk. A legutóbbi felmérések alapján a villamos energia tárolásának az egységköltsége az, amennyiben mondjuk ez egy nyílt ciklusú gázturbina vetítjük, illetve egy napelemes rendszer plusz naperőműves energiatárolóra vetítjük rá, akkor a energiatárolós hibrid rendszernek a költsége az már alacsonyabb. És hogy miért is lehet kedvező amúgy
mint napelemek mellé telepíteni energiatárolókat, ugye már abból rendelkezéssel valamilyen csatlakozás, tehát egy nagy feszültségű csatlakozás mondjuk rendel, vagy egy középfeszültségű csatlakozás rendelkezésre, tehát használhatjuk ugyanezt a csatlakozási lehetőséget, csatlakozási pontot. Ezen kívül üzemeltetés szempontjából pedig az átviteli elosztási költséget tudjuk ugye csökkenteni, tehát ilyen ma már többször felmerült a kiégyítő energiának a költsége, ez ugye ebből a szempontból egy kezelhető kockázatnak tekinthető egy akkumulátoros energiatárolóval, vagy bármilyen energiatárolóval, ami mellette van a naperőmű mellett. És milyen felhasználási területek vannak? Hát ugye van a Magyarországon annyira nem alkalmazott, de ezek az off-grid rendszerek ugye a viszonylag gyenge hálózattal ellátott országokban használják, ugye, hogy megfelelően stabil legyen a hálózat. A következő ugye már, ami a hálózatok kapcsolt rendszereket jelenti, azok a nagyfogyasztóknak a teljesítmény kiugrásait úgymond lekezelendő igények. Tehát, hogyha van mondjuk egy lekötött kapacitásunk az áramszolgáltatónál, és van bizonyos időszak, amikor megjelenik egy nagyobb igény, akkor lehetséges, hogy ilyenkor megéri bevetni egy valamilyen fajta tárolót, amely csak akkor lép üzembe, csak akkor lép életbe, amikor ugye ez a nagy igény van. Illetve ugye mondjuk a mélyvölgy és a csúcsidőszak közötti árkülönbséget ugye tudjuk kiaknázni egy akkumulátor segítségével. A következő, ugye, amit említettem már korábban, a naperőművek melletti hibrid rendszerek, ugye itt a rendszernek kvázi önfogyasztását tudjuk ugye növelni, tehát amennyiben a rendelkezésre álló teljesítmény mondjuk le kell szabályoznunk, mert azt az utasítást kaptuk az elosztótól, ezt a teljesítményt tudjuk mi eltárolni hosszabb időre. Mondjuk egy adott napon, mondjuk 4 órás időtávlatban elég jól tárolható ez a villamos energia. Ezen kívül a kimenetünket tudjuk ugye egységesíteni, szabályozni, tehát úgy mondtam, ugye a teljesítmény szabályozást tudunk végezni. A következő, bár nem közvetlen napelemes, de rendszer szempontjából elég fontos, ezek a rendszer szintű szolgáltatásoknak a lehetősége. Ezek nem feltétlenül naperőművek mellé települnének le, hanem bárhol, ahol mondjuk rendelkezésre a terület, vagy a hálózati csatlakozás, oda települnének a elosztó, vagy a hálózati, vagy a hálózati engedélyesek, vagy esetleg mondjuk az alaphálózat üzemeltetője által ezek az energiatárolók, és itt segítenék úgymond a hálózatnak a működését, frekvenciaszabályzással, teljesítményszabályzással, illetve a csúcsok kiegyenlítésével. És pont a minap jelent meg egy új cikk a Clean Energy Council által, aki egy ausztráliai iparági szereplő és iparági egyesület, ahol megvizsgálták a nyílt ciklusú gázturbinákhoz képest, milyen ez a úgymond a csúcs erőműként hogyan használta egy akkumulátoros tároló, és ez alapján a mérés és teszt alapján azt állapították meg, hogy a költség, rugalmasság és mint nyújtott szolgáltatás minőségében jobb tud lenni, mint egy nyílt ciklusú gázturbina, ami ugye általában egész nap használatlanul áll, és csak tényleg bizonyos időszakban indítják be. És akkor nézzük meg ugye azt, hogy a mi esetünkben milyen kihívásokat látunk energiatárolók tervezésnél, gyártásánál, és mi mit képzelünk a jövőként. A mi rendszerünknek a felépítése, ez a Fantasian, ez a Smart String ISS, tehát ez a Smart String energiatároló, amely egy akkumulátorokból felépített energiatárolót jelent, és ez egy konténerizálva helyezkedik el, amelyek ugye tartalmazzák az összes lítium alapú akkumulátort. Itt egyenáramon keresztül egy fogadó kif panelbe érkezne be a teljesítmény, amelyet egy energia átalakítóval, tehát egy kétirányú átalakítóval tudunk váltakozó árammal átalakítani. És ennek a konstrukciónak a felépítésére köszönhetően a villamos energia tárolás egységköltségét tudtuk kb. 10%-kal csökkenteni a tradicionális rendszerekhez képest. Ugye megvizsgáljuk majd, hogy tudtunk több energiát, hogy tudtunk mondjuk a kezdeti telepítések során kisebb helyigényt felhasználni, illetve egyszerűbb üzemeltetés és a biztonságot hogyan értük el. Tehát összehasonlítva egy hagyományos energiatároló rendszerrel, ahol ugye szintén megvan egyfajta energiatárolás, viszont az átalakításod fontos, hogy az legtöbbször egy egység által történik, tehát az inverter, vagy úgymond az átalakító inverter és konverter az egy egységet képez.
Kezdjük ugye a modul szinten, ugye előtte már kollégám, vagy egy kolléga már jól bemutatta az akkumulátoroknak a felépítését, tehát a cellák és modulok és a rekeknek úgymond a definícióját. Tehát ha modul szinten nézzük, nagyon fontos, hogy a hűtés, illetve a megfelelő vezérlés egy adott BMS-re vagy BMU-val, tehát egy monitoring unit-tal valósuljon meg, és a lehetőség szinten ez a nem a legapróbb szintekig, de mondjuk a legapróbb kezelhetők szintekig ez megtörténjen. A mi esetünkben ez a modul szinten kell megtörténje, tehát modul szinten történik egy vezérlés, egy monitoring, amelynek segítségével biztosítjuk, hogy minden modult a lehetőleg nagyobb mértékben ki lehessen ugye sütni vagy meríteni, tehát nem maradjon benne maradó energia, amit ugye feleslegesen tárolunk, illetve ennek köszönhetően a csere is egyszerűbbé válik, mert a modulok egymás között meg tudják határozni, hogy mi legyen az adott modulnak a kimérettségi szintje, tehát nem kell összehangolnunk ezt a kimérettséget. A következő szint ugye a REC szint, ugye érdemes REC szinten is optimalizálni, REC szinten is vezérlést kialakítani, tehát így a REC-ek is függetlenül tudnak egymástól működni, tehát hogyha nem nincsenek kvázi összekötve galvanikusan, és nincsen semmilyen vezérlés a kettő között, akkor ugye megint maradhat olyan energia, amit ilyen tud felhasználni a fogyasztó, vagy esetleg a hálózat. A következő az a moduláris átalakítók, ugye ebben is volt kihívás, hogy milyen irányt vegyünk, és hát minden esetre a rendelkezés növelésének oltárán ugye a moduláris átalakítók mellett döntöttünk, ami azt jelenti, hogy egy nagy monolit átalakítóhoz képest több kicsi átalakítót helyeztünk el. És nem utolsó sorban talán legfontosabb része az a hűtés. És ugye a lítium akkumulátoroknak a hűtés az egy kulcsfontosságú kérdése, nem csak a biztonság szempontjából, de maga a terhelhetőség szempontjából is. A általunk gyártott akkumulátoros rendszereknél független légkondikat helyeztünk el minden egyes rekben, tehát ezzel biztosítjuk azt, hogy megfelelő legyen, vagy úgymond kordában legyen tartva a teljesítmény, vagy a hőmérséklet növekedés, és ezzel biztosítva megfelelő tartomot. Tehát megnézve, ugye a gyártás az úgy történik, hogy előre legyártott akkumulátor modulok vannak, rekékbe helyezve, amelyeket beszerelünk közvetlen a konténerbe, tűzvédelmi rendszer és hűtési rendszerrel együtt. Tehát a helyszínre leszedés követően már nem szükséges semmilyen szerelést, természetesen a külső kábelek bekötése ezen kívül még hátra maradt. De ezáltal ugye, hogy előre tudtuk szerelni, így tényleg az egész telepítési folyamat, illetve a hiba lehetőségét tudtuk kiszűrni. Ugye így egy felvetített menetrend alatt akár elsőtől öt napig folyamatos vizsgálat telepítés követően üzembe helyezhető egy rendszer. A következő egy eset tanulmány a modul szintű vezérlésnek a jelentőségéről, ahol látható baloldali képen, hogy egy kimérettséget követően, vagy elnézést egy hálózata kapcsolás előtt, még mielőtt a rendszert hálózata kapcsoltuk volna, ugye a különböző moduloknak más volt a kimerültségi foka, ez a state of charge szintje. Ez azt jelentette, hogy ugye nem fog megfelelően működni az egész üzem során, mert ha nincsenek összehangolva, nincsen feszültség kiegyenlítés a kettő között, akkor már amennyiben a 16%-kal rendelkező modul hamarabb feltöltődik, mert a 4%-kal rendelkező modul egy adott rekben, akkor a többi modulnak a töltöttsége az meg fog állni. Ez ugye azt jelenti, hogy egy olyan kapacitás lehetőséget hagyunk ki, amit ugye már tartalmazza, illetve már letelepítettük, tehát fizikailag már ott van, csak mégsem használható ki. És sajnos ez a különbség, ez a használata egy időben, ez akár csökkenhet is. Tehát a mi elképzeléseik szerint ugye a modul szintű vezérlés, a modul szintű BMU-knak a használata elengedhetetlen. Egyrészt a biztonságot is ezzel tudjuk ugye növelni, a leválaszthatóság szempontjából modulokat ki tudunk iktatni, szakaszolhatunk, illetve a rendelkezésre állást is, mert amennyiben ugye valamilyen hiba akad és ki kell cserélnünk, akkor sokkal gyorsabban kicserélhető ezáltal, erre majd később visszatérek, illetve mint mondtam, veszteségek csökkentetőek, tehát a különböző feszültségkiegyenlítésből fakadó veszteségek csökkentetőek a modul szintű optimizálásra. A következő eset tanulmány pedig a REC szintű vezérés mutatná be, ahol ugye a több REC ugye egy sínre van felfűzve, ezek ugye eltérő karakterisztikájú, eltérő belsőállású REC-eket tartalmaznak. És ezek a különböző REC-ek megint ugye csak azt jelenti, hogy nem megfelelő, el fog indulni egy olyan
áramirány a különböző rekkek között, amik ugye folyamatos mondjuk degradációt eredményezhet akár az akkumulátorban. És itt is létre kellett hoznunk egy külön felügyeleti modult, amelyek ugye már a rekkeket vizsgálják és a rekkeket szabályozzák, és ennek segítségével ugye biztosíthatjuk ugye azt, hogy megint teljes kisütés és teljes feltöltés lehetősége adott legyen az adott reknél, illetve akár későbbi idővel is nagy mennyiségű akkumulátort tudjunk cserélni, vagy betenni újat, tehát a új rekket beteszünk egy régi rek mellé, ez lehetőség adott. És úgy mondtam, ugye a hűtés talán az egyik legfontosabb mutatója egy akkumulátoros energiatárolónak. Egyrészt a hosszú élettartam miatt, illetve a megfelelő teljesítmény felvétel miatt a hűtés egy kritikus pont. Korábban említettem, hogy a konténer szinten elosztott hűtés van, ami azt jelenti, hogy minden egyes rek tartalmaz egy saját légkondit, amely biztosítja a megfelelő hűtést. Így rekkenként való hűtéssel tudtuk elérni, hogy egy modulban egy cég kisütés esetén ne növekedjen meg 7 fokkal a egymás között lévő modulnak a hőmérséklet különbsége. Ezt, hogy hogyan oldottuk meg, ugye számtalan mennyiségű szenzort behelyeztünk mind a modulokban, mind pedig ugye az a klímarendszerekbe. Ezekből jövő adatokat, hőmérséklet, áramadatok, légtömegáram, vagy légáramadatokat mérjük, ezt folyamatosan vizsgáljuk, szűrjük, és az ezt követően pedig megpróbáljuk ugye az optimális hűtést beállítani a hosszú élettartam szempontjából, még amellett, hogy a maximális teljesítményt is ki tudjuk venni. Tehát ugye cellából épülnek fel ezek a modulok, a modulok pedig ugye rekkekből rakódnak össze, és amennyiben a hűtés nem lenne megfelelő, akkor ez az egyszés érték nem lenne elérhető. És azért nagyon fontos a hűtés ebből a szempontból. Ugye köszönhetően a különböző rekszintű monitoringnak és vezérlésnek a későbbi időtartam során akár vagy cserélhetővé, vagy új rekkek behelyezésre is van lehetőség. Ugye egy hagyományos rendszernél, habár erre megvan az adott lehetőség, viszont a felhasználható energiamennyiségét csökkenteti az, hogy nem kívánt energiáramlásokat fog okozni a különböző belső önállású rendszereknek az összekötése. És a hagyományos rendszereknél az volt a jellemző, hogy a tervezett időtartamra amekkora mennyiségű energiának szükségünk van, illetve amekkora maradó élettartamot mi akarunk a rendszer, vagy mondta a rendszer kifutása végén, azt szerint tervezték be az akkumulátorok mennyiségét. Azért azt eredményezte, hogy egy meglehetősen nagy konténer, meglehetősen nagy akkumulátor jött létre, akkumulátortelep jött létre, viszont a rek szintű monitoringnak köszönhetően és vezetésnek köszönhetően, amennyiben van egy energiaigényünk, amit le akarunk fedni, és van egy elvárt, ez az end of life, tehát egy maradó élettartam a működésünk végére, akkor nem szükséges már a legelején betennünk minden lítium alapú rekket a rendszerbe, hanem ez később is betehető a rendszerbe, köszönhetően ugye a későbbi bővítésnek. Ugye a rendelkezésre állás akkumulátor szempontjából is elég fontos, illetve ennek, hogy ki is hogyan tudja elvégezni. A hagyományos rendszereknél ugye amennyiben egy modul sérült, akkor ugye az egész rendszerre, az egész rekre hatása lehet. Ezen kívül, hogyha valaki a helyszínre megy, ugye először egy elég komoly hibakeresést kell végrehajtani, hogy pontosan hol és melyik a hiba, vagy melyik modul a hibás, és ennek a cserélésen volt egy olyan plug and play, tehát ilyen kiveszem és beteszem alapú, hanem ugye az adott modult a rekben lévő összes modulnak a töltöttségére kell vagy meríteni, vagy tölteni. Tehát ez mindenképp egy időigényes. És a különálló monitoring és vezérésnek köszönhetően viszont ez a modul csere ez megtörténhet olyan szinten automatikusan, hogy nem szükséges egy képzett szakember vagy szervizmérőnek a helyszínre vonulása vagy kiszállása, hanem a karbontartó személyzet, amennyire rendelkezik, nála van ugye ez a pak, nála van ugye ez a modul, úgy ki tudja cserélni akár a helyszínen. És a korábbi előadó ugye már nagyon jól bemutatta a lítium alapú akkumulátoroknak a veszélyeit. És valóban nagyon sok olyan eset volt már,
akár Észak-Amerikában, akár Dél-Koreában, ahol ugye az akkumulátor volt a bűnös a tűzesetben, persze ez legtöbbször egyértelműen látható, és az oka ennek ugye azért legtöbbször visszavezető ugye arra, hogy ezek veszélyes alapanyagok. Tehát ez az úgynevezett thermal runaway, tehát az önfenntartó melegedés, ez az akkumulátorok esetében egy nagyon is valós probléma. Ez ugye egy tűzhöz vezethet, tehát hogyha melegedik valami, sajnos egy önfenntartó melegedési válik, nem megfelelő hűtés van, nem megfelelő cella kialakítása, tehát a cellának az összehelyezése, modullá, alakítása, majd azok rekké való alakítása, hogy megfelelően tudjon működni, hogy valamilyen tervezési hiba történik, vagy nem megfelelő ez a termomenedzsment, vagy hőleadási lehetőség a cellának, akkor sajnos felmerül a tűzesethez való veszélye. Ezen kívül a használatból eredően is megjelennek olyan mutatók, vagy példák a lítium akkumulátornak az életében, amely szintén hozzájárult a sérüléséhez. Ugye ez a szeparátornak, vagy az elválasztó rétegnek a sérülése, ez ugye legtöbbször a kristálytüskék miatt, tehát a lítium lerakódás következtében tulajdonképpen átszúródik ez az anód és katód közötti elválasztó réteg, amely az állathoz vezethet, amely önfenntartó melegedéshez lesz az eredménye, amely sajnos tűzesethez vezethet. És ennek a ellenőrzése miatt hát ugye fel kell használni minden rendelkezésre álló adatot, és még talán a mesterséges intelligenciával is hozzá kell érni, tehát a kiugró értékeknek a figyelése egy nagyon fontos mutató, tehát a belső zárlat folyamatos érzékelése szempontjából az ellenállás mérésével és abban való kiugró értékek figyelésével lehet kordában tartani, vagy úgymond érzékelni ezeket a hibákat. Ugye amennyiben hiba történik bármelyik modulban, akkor a rendszer önmagát ki tudja szakaszolni, tehát ilyen szempontból biztonságosabbá tehetjük az üzemet és a működést. Tehát mielőtt még a hiba megtörténne, elő kell nekünk jelezni, már érzékelnünk kell a hiba megtörtént előtt, hogy ott egy önfenntartó melegedés várható. És még a üzembiztonsághoz tartozóan, ugye a modulális felépítésnek köszönhetően, amennyiben egy hiba történik az átalakító inverter-konverterben, úgy az csak az adott inverter és a konverternek a elállást eredményezi. Tehát nem az egész akkumulátor vagy konténeres rendszerünknek a működését akadályozza, tehát még rendelkezés, így tudjuk növelni a rendelkezés állást. Még a reken belüli hibáknál is ki tudjuk ugye szűrni, tehát a modulokat külön-külön le tudjuk választani, amennyiben egy meghibásodik. Ez megint hagyományos rendszer esetében, ez a reken belüli hiba, ez sajnos az egész rendszernek a leállást eredményezte. Tehát azt jelenti, az egész rek úgy nem lesz elérhető. És hát ugye a várható jövő energiaellátás vagy energiatárolás területén egy legutóbbi felmérés szerint ugye a energiatárolás meg fogja haladni a 10 gigawattot, és nem valószínű, hogy egyből ugye Magyarország lesz az, ahol erre nagyobb szükség van, vagy értem szerint is nagy szükség van, de látható, hogy az éllovasok ugye a világban azok az ausztrál, ugye leginkább az ausztrál terület, ugye mint egy szigetország, és egy viszonylag egy gyenge alaphálózattal. Ugye tapasztalta most ugye Észak-Amerika is a texasi áramkimaradás következtében, hogy ez egy fontos szempont, hogy a energiaellátás az biztonságos legyen, tehát szükség van energiatárolásra. Ezen kívül Európában élen járó ország az Anglia, tehát mint az is egy ilyen szigetország, a legbiztonságosabb akarja tenni a hálózatokat és a rendszerüket. És fontos megemlíteni, hogy ez ugye nem csak a napelemes üzemeltetők számára nagyon fontos, hanem ugye a DSO-k, tehát úgymond a magyarországi rendszerenyetők szempontjából is egy nagyon fontos dolog, amire gondolni kell a jövőben, mint egy lehetséges megoldás a akkumulátoros energiatárolóknak a használatára. És köszönöm szépen a figyelmet, én ennyit szerettem volna mondani, és bármi kérdésünk van, nyugodtan forduljanak hozzánk, elérhetőség is itt látható, és további jó figyelmet kívánok!